Gyakorlatilag már 2 hete zajlik ez a folyamat, hogy Kárpátalján diftéria van. És hál' Istennek a helyzet nem pánikszerű, hanem terv szerint és módszeresen dolgozunk abban az irányba, hogy azok a betegek, akik most a kórházban vagynak, a megyei infektológiai kórházban, minél előbb meggyógyuljanak. Jelen esetben, mint ezt már önök is tudják, 15 beteg van felvéve lokalizált diftéria diagnózissal, és a betegségnek maga a lefolyása, ez könnyű lefolyása van a betegségnek. Tegnap voltam meglátogatni mind a 15 diákot, az állapotok kielégítő, már több mint 10 napja a diákok láztalanok, ez egy nagyon jó dolog, tünetei nincsenek, de természetesen protokollok szerint kell, hogy kapják a gyógyulást, a kezelést. Miután a betegeknek véget ér a kezelés, egy 2 napot kell várni, hogy antibiotikummentes periódus legyen, és a 2 nap elteltével fogunk újra venni tőlük a torokból és az orrból kenetet, és bakteriológiai vizsgálat lesz. Ha az negatív, akkor a betegeket kiírjuk haza. Úgyhogy ez egy pozitívum. Ami a szérumot illeti, mindenkit ez a kérdés nagyon izgat, mivel hogy vakcinával el vagyunk látva a megye, nagyon jó. De szérum, tudjuk, hogy mikor elkezdődött ez az egész mizéria, akkor csak 8 flakon szérumunk volt, azt 4 beteg meg is kapta. De hál' Istennek azon az elven működik nálunk az egészségügy, hogy mindig kisegítjük egymást. És már a múlt héten, pénteken elindult egy kocsi mi tőlünk, amely a 3 közelebbi megyéből, Lembergből, Ivano-Frankovból és Csernovciből úgy szintén hozott 8 flakon szérumot, és tegnap visszajött a kocsink, aki Kijevben volt, és ők úgy szintén 4 flakon szérumot hoztak Zsitomirból és Rivneből. Jelen esetben 12 flakon szérumunk van, és én úgy gondolom, hogy ha nem lesz több beteg, akkor fel se fogjuk használni ezt a szérumot. Én remélek, hogy nem lesz több beteg. Hát egy nagyon nagy munkát végzünk most, hogy lokalizáljuk ezt az egész betegségnek, a diftériának az elterjedését. A kontaktszemélyeket gyakorlatilag minden nap orrfüggégész megnézi, hőmérőzés, stb. 10 napra fel van függesztve az egyetemen az orvosi kar, második számú orvosi karon az oktatás. Ez a felfüggesztés addig fog tartani, míg újra a bizottság nem ad engedélyt, hogy igenis megnyithassuk az oktatást.